mai szemmel nézve akár komikusnak is tekinthető, hogy a rendszerváltás előtt az MSZNP legfelsőbb fórumain foglalkoztak olyan kérdésekkel, mint a fiatalok hajviselete, szórakozási formái, vagy egy-egy könyvzenei fesztivál. Az érintett együttesek számára akkor, ugyanakkor nagyon is húsba vágó egzisztenciá is lehetett az a döntés, amit ilyen viták után meghoztak. Magyarországon a legjobban erről a témáról Csatári Bence tud, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történésze, aki most a selfie vendége. Köszönöm a kedves hallgatókat és nézőket, és köszöntelek téged is. Köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt. A magyar könnyűzene kádárkori története leginkább akkor kerül a nyilvánosság középpontjába, amikor egy-egy máig élő vagy ismert zenésszel kapcsolatban hogy felmerül, hogy esetleg ügynök volt, vagy kiderül, hogy ügynök volt. Erzel is foglalkoztak szakemberek, Szőnyei Tamás írt egy kitűnő könyvet nyilván tartottak címen. Téged inkább a zenei élet működése, a akkori könnyű zenei intézményrendszer érdekelt. Hogy jött ez az érdeklődés? Ez egy nagyon mélyre visszanyúló, vagy régmúltra visszanyúló érdeklődési kör. Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy egy tíz éve idősebb bátyám van, aki, aki még ugye elcsípte a, a lázadó csöves kultusznak az utolsó éveit, és én akkor ilyen 6-8 éves gyerekként ezt tulajdonképpen, ha más nem így Mandinerből, de tapasztaltam. Sokszor már azzal cukkolta a szüleimet a bátyám, hogy elvisz a nyakában egy Beatrice koncert. Ez 1981-ben volt, amikor én tényleg még csak 8 éves voltam, és hát természetesen nem éreztem át ennek a súlyát. Egy alkalommal azonban igen. Amikor 1980 karácsonyában haza látogatott Amerikából, New Yorkból a nagybátyám, apám bátyja, életében először, 1956 után. Ő egy 56-os volt, és ott kötött ki New Yorkban, és hazajött 1980-ban természetesen annak, mert minden ágával és bogával együtt rendőrségen kellett amikor visszament New Yorkba, akkor ugyanúgy vissza kellett csekkolnia nem csak a reptéren, hanem a rendőrségen is, és mint az Isten, elmentünk egy környékbeli autótúrára, két ünnep között. És egyszer csak, ugye, nagyon hamar besötétedett, négy-öt óra körülbelül sötét van, és egyszer csak azt látjuk, hogy egy óriási tömeg két falu között, Dunaföldvár és Előszállás között elállja az utat apám megállt a Trabantjával, ő egy díjbirkózó alkat, aki rendet teremtett egyébként is testnevelőtanár, tanár, meg országos röplabda volt amatőr kategóriában, és mondta, hogy, jó, hogy rendet tesz is. A bátyám ott ült az anyósfős, és mondta, hogy apa, ezt ne tedd, mert ezek a Beatrice rajongói. És a nagybátyámmal mi hátul törtünk az ülésen, is. ő azt mondta, hogy gyerekek még Amerikában is láttam, hogy egy akkora tömeg volt, hogy gyakorlatilag dugót okozott, amennyire lehetett akkoriban dugóról beszélni. Megálltunk, és mind környe, ugye én nyolc évesen csak azt láttam, hogy körbe-körbe emberek vannak, és tolongás, és rigmusok kiabálása, és éneklés, és akkor láttam azt, hogy hogy utána természetesen a bátyám és az apám megmagyarázta nekem, hogy mi történik itt gyakorlatilag. Láttam azt, hogy itt, itt valami egészen más zajlik, mint az alsó tagozatos iskolában, vagy éppen a, a hétköznapi életben, a szürke hétköznapokban. És a bátyám egyébként az a sztori vége, hogy kilépett a kocsiból és elmentő is a koncertre, de ez, ez több száz ember lehetett egészen biztosan, akik egyik faluból a másikba nagyferújikat ugye meg akarták nézni, és átvándoroltak, mint egy ilyen modern -kori népvándorlás. Szinte rémisztő volt egyébként ezt a tömeget látni. Ha már a beatrice említetted, akkor én is egy sztorit, nekem is van egy idősebb ismerősem, aki mesélte, hogy a 80-as évek elején járt Békés Csabán szakmunkás képzőre, amikor egyszer volt egy Ricse koncert a városba. és ez úgy indult, hogy napközben az osztályfőnökük, de minden osztályban az osztályfőnök egy dörgedemes szózatot intézett ott a gyerekekhez, hogy eszükben jusson elmenni ennek a felforgató együttesnek a koncertjére, amivel persze azt értéke, hogy a fél iskola Mindjegy ott volt, volt, természetesen, a hatalmas rendőri készültség mellett. Szóval, hogy mennyire tekintett veszélyként a könnyűzenére a Kádár kori hatalom, vagy mennyibe tekintett egy lehetőségként, hogy a fiatalokat úgymond a számára megfelelő ideológiai irányba terelgesse. Igen. Még mielőtt erre válaszolnék, most nekem is elszámított egy másik sztori, amit itt felhoztál, Adres, hogy amikor viszont Sárbogárdon ugyanebben az időszakban föllépett szintén a zenekar, akkor jöttek ugye Dunai városból külön vonattal, vagy nem külön vonattal, a járatos vonattal a és képzeld el, hogy ahogy leszálltak az állomáson, a rendőrök sorfalat álltak, vagy hát legalábbis ki volt veszélyebb egy jó sok rendőr, és nem engedték őket leszállni. Mondták, hogy indul vissza a vonat, itt már itt nincs Sárbogárd. Nori, csak hogy szetessék vissza, mint Dunajvárosban. Úgyhogy, és én egyébként 1963. augusztusában volt, ugyancsak ugye Balatonföldváron, erről Hobó rengeteget mesélt, és nyilván akkor ott a Sankó zenekar és társai léptek föl. Tehát, tehát, ez, hogy így mondjam, ciklusonként és könyvzené műfajok trendjeihez is igazodva, de mindig újra és újra termeltek ki ez a magát. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, Valójában látott lehetőséget a könnyű zenében a kádárrendszer rendszer olyannyira, hogy ugye nem véletlenül rendezték meg a Kimit Tudokat, illetve a táncra fesztiválokat, ez egyfajta szelep volt. Ez azt hiszem kétség kívül így van, és vitán felül van így. Próbálták azokat a legszalon képesebb zenekarokat összeszedni, akikre még azt lehet mondani, hogy ők a szocialista erkölcsnek is megfelelnek. Hozzáteszem, a szocialista erkölcs, mint kifejezés, nagyon plazma állapotban volt. Tehát nem volt egy olyan kategória, hogy hány centi lehet egy miniszoknya, vagy milyen hosszú lehet a fiúknak a haja. Tehát ez a, a szocialista erkölcs, mint olyan, az egy lózunk volt, amit rá lehetett húzni bármire, ami egyébként éppen az adott pillanatban nem tetszett a hatalomnak. De a lehetőséget meglátták. És pontosan azért, hogy ez a szelep kiengedje a fáradt gőzt. Egyébként a zeneházában, nem tudom, láttad de a pop történeti kiállításunkat, én is benne voltam, mint szakértő, és ott is ott úgy kezdődik, hogy az ötágú vörös csillag egyik sarkából, egyik ágából szelepként jön ki egy fáradt és aztán ki van nyomva Rackenról. Tehát igazából tényleg egy feszültség feloldó, egy feszültséget levezető jelenségként tekintettek rá, és nem kell nagyon messzire menni. 1957. január 25-én már az bizottság, ugye a politikai bizottság jogelődje már foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tehát épp, hogy ácsolták a bitófákat, meg egy-két embert már felakasztottak a forradalmára közül, és ezzel párhuzamosan volt arról szó, hogy gyerekek, itt a fiatalokkal kezdeni kell. Ez ugye egy logikus lépés volt a kárdári rezsimnek, hiszen tudták azt nagyon jó, hogy az 56-os forradalmárok, azok leginkább 10-20 évesek voltak, maximum 30 évesek. Tehát 40-es 40, -kor, 40 kor határ szerintem nyugodtan meghúzható, kivéve Szabó bácsit a színatéren, de a lényeg az az, hogy, hogy attól tartottak, és ettől nagyon sokáig, én úgy érzem, hogy úgy állapítottam meg a kutatási alapján is, hogy a, akár a rendszer legesleg végig attól tartott a, a rezsim, hogy itt bármikor kitölt egy újabb 56, hogy ne menjünk nagyon messzire, egy könyvzenei koncerten volt, hogy rigmusokat kiáltottak, és ebből az egyik az volt, hogy lesz még 56, egy Nashville Tinsz koncert volt ezek ez 68-ban a kis stadionban, és amikor özönlött ki a fiatalság, meg, elkezdték kardlapozni őket a lovas És akkor állítólag több visszaemlékező is így emlékszik, volt egy csoportos lesz, akik ugye egyrészt égették a népszabadságot, úgy, hogy mint 56-ban, másrészt pedig ezt kiáltozták. Tehát a, mondjuk azt, hogy eminens érdeke volt a rendszernek, hogy valahogy betagozzák a fiatalok szórakozási szokásai közé a könyvzenét, és ezáltal megnyerik maguknak. Ugye pont idősebb Földes László volt az ideges Intézőbizottság ülésén, kvázi meghívott vendégként, aki mondta, hogy meg kell alapítani a Komszomol mintájára a kommunista Fűsági Szövetséget, és nem arról volt szó ezen a kvázi PB ülésen, hogy, hogy milyen kommunista ideológiai mázzal öntsék le a kiszt, mert az ugye eleve evidens volt és adott volt, hanem pont arról volt szó, hogy a szórakoztatás politikát próbálja meg a kisz maga alá gyűrni és ö, koordinálni, és ez azért azt kell, mondjam, még egészen 80-as évek közepéig bezárólag is, hogy sikerült nekik. Így mai szemben a milyen ezés érzés volt mondjuk olvasni tényleg ezeket a jegyzőkönyveket, amikor Kádár Jánosék meg egy sok idős vagy kevésbé idős ember, de nyilván olyanok, hát Kádár Jánosnak köze nem volt a könnyű ez, amennyire én, én tudom. Így. Tehát ilyen, 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 témákról próbáltak úgymond szakértő módon beszélgetni. Egy társ terület, de olvastam, hogy például a, amikor ugye mindig nézték, hogy hogy hány fiatal próbál diszidálni az országból. És, és Káderénnek volt egy olyan elképzelése, hogy biztosan azért akarnak a fiatalok diszidálni az országból, mert hát végig is világot akarnak látni, ami teljesen természetes igény. Ezért aztán többek között ezért hozták létre a világjárók című könyvsorozatot, és amikor mondjuk egy adott évben sokan próbáltak diszidálni, akkor, akkor, ö, akkor megkérték a kiadót, hogy, hogy több világjáró könyve könyv jelenjen meg, mert akkor ezzel hát, hogyha kielégítik a fiatalok érdeklődési igényét. Tehát ez mai szemben nézve azért megmosolyogtatóan az naív és életszerűtlen válasz volt a, a zenébe. mennyire próbáltak akár a kornak megfelelő válaszokat adni a kihívásokra. A kívások voltak csőstül, ez tény is való. Egyébként hogy ahhoz a megérzéshez, hogy semmi közel volt Kádárnak, ez, ezzel messze menőkig egyetértek. Ugyanakkor akarva akaratul az öreg, ahogy a Kádárt hívták, belefutott néha egy, egy ilyen könyvzenei, mondjuk így, hogy trendbe. Ő maga is volt, hogy elment az éjszakai életbe, és meghallgatta a könyvzenészeket, mondjuk a békeszálló kupola termében, Pál a táncdal énekesnő, aki ugye az egyik Tessék választani című rádiós vetékedőt megnyerte, a mond meg, ha kellek, mond meg, ha nem című dalával. Ő bizony emlékszik rá, hogy maga is szót váltott Kádár Jánosan, mert megkérdezte, hogy hogy vannak, hogy megy a soruk, megivott egy sőt, aztán hazament. Tehát volt ilyen. Aztán az alapmény is emlegeti, hogy a Vörös Marti tér egy szám a híres hírhet Ori székház, amiben persze nem csak az Ori volt ott, erről akár még majd beszélhetünk is, hanem a társintézmények is, ott is egyszer kiment levegőzni a tetőtérre, és kivel találta magát szembe, Kádár Jánossal. És ugye fönnállt az a legenda is, hogy a János Bácsi Pipája című dalt, amit énekelt az alapmény lehet, hogy éppen Kádár Jánosról szól. De félre a legendákkal tulajdonképpen egyszerre volt volt és rémisztő egyébként, amikor ezek a pártaparacsok, a felső vezetés mondjuk így, nem is az aparatcsikok, hanem a, mondjuk a PB és a KB tagok felszólaltak, mert ugye soha nem lehet tudni, ahogy a katonaság is mondják, a seprűnyén is elsőhet, soha nem lehet tudni, hogy mikor fognak bekeményíteni. És ugye azért egyszer, egyszer ez meg is történt. Ugye a 60 es években az Illézenekar meghurcolása volt egy ilyen nagyon erős momentum. Itt főleg Bródi János egyébként az, aki vitte a primet ebben. Illis Lajos nem győzte csitítgatni Rúdi János visszaemlékezései szerint, hogy most már ne krakélerkedjen, hanem foglalkozzon inkább a zenéléssel, illetve az olyan szövegeket írjon, ami ugye elfogadható a rendszernek. 73 után azért ez be is következett, furcsa mód, a Sors furcsa ez már nem az ülés együttes keretei között valósult meg, de ha azt nézzük, hogy 82-83-ban ugye volt két CPG per is, az, és ami ugye 84 februárjában emelkedett jogerőre, azért ott meg már börtönbüntetésre sújtottak, igaz, hogy a legextrémebb mondjuk könyvzelei stílust. Tehát, vagy akár említhetném a 85. december 28-ai belügyi parancsnoki országos értekezleten mondottakat, amit Kádár Járos mondott, hogy mi magyarok vagyunk, mi tudunk úgy is bánni, hogy odaütünk, hogyha kell és ugye mindenki azt mondja, 85-ben már puhult a diktatúrát, ezek a szavak nem ezt támasztják alá. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen szempontból egy picit ez a rémisztő kategória, aztán persze megmosolyogtató, amikor azt mondja egy budapesti pártbizottsági tag, hogy milyen jó, hogy megnyílt a budai füsségi park, mert augusztus 20-tól szeptember végig, amíg akkor ugye 61-ben nyílt meg, akkor egy ilyen fél évadot már végig játszottak a zenekarok, hogy összesen csak hét pofon kellett kiosztani, míg hogyha kisebb klubok vannak ott mindenhol, és ez való igaz egyébként, ez így volt, a zenészek is így támasztják alá, hogy óriási csetepaték és verekedések voltak ott, hogy a zenészeket is verték. Az Illés zene, Illés Lajos is így emlékezett viszont vagy akár Radics Béla, hogy ő is kapott ilyen pofont, az a szomszéd városnegyedből, vagy a szomszéd ugye, kerületből rajongóktól. Tehát lehet, hogy kicsit tényleg tudták konszolidálni azáltal, hogy a budai vitték akár a 10-12 ezeres tömeget. Pici csapogunk, de akkor rákapcsolódnék ismét az a... <laughs> a, általad elmondottakra. Hogy az, az egyébként hogy alakult ki, hogy tényleg, hogy, hogy a generálnak, a mininek, az akkori együtteseknek egy olyan szintű fanatikus rajongó volt, mint mondjuk majd foci csapatnak, vagy igen. a foci csapatoknak. És hogy ezek a rajongótáborok, ezek igen, időnként össze, össze is tűnt. verekedtek igen. egymással. És értve ez hogy tűnt el, mert ugye ez, nyilván, ez már azért teljesen megszűnt, természetesen. Vagy hát a rendszerváltás környékén, amennyire tudom, teljesen megszűnt. Ezzel én, én is nagyon sokat tűntem, hogy ez vajon mostanában miért nincs így. És valahogy mindig arra jutok magam, hogy a mostani fiatalok, <laughs> úgy beszélek, mint a nagyon öreg lennék, de tényleg ugye a mostani 10-20 évesek, ennek ez már nem annyira fontos. Tehát ugye a felnőtt egy generáció 60-as évek elején közepén, akik már nem tapasztalták meg az úgynevezett hiányélményt, tehát a második világháborúból már kimaradtak, a világháború után születtek, vagy éppen a ratkókorszak gyermekei voltak, és, és a maguk módján úgy érezték, hogy minden megadatott nekik. Hát ugye a rendszerben nagyon alacsony volt egyébként az életszínvonal, bármennyire is azt mondják, hogy a gulyás kommunizmusban az életszínvonal a legmagasabb volt, ezért ez a kgst között sem állta a helyét, azért ezt tegyük helyre. Az egyfőresű GDP-ben mindig az NDK volt az első. A második volt Csehország, Csehszlovákia és Lengyelország, és mi a harmadik helyen kullók. És stabil harmadik, akkor voltunk, nem voltunk hátul, a sereghajtók, de azért nem voltunk az első. Tehát ez egy ilyen tévtoposz, ha lehet így mondani. Nem mi voltunk a legvidámabban sok esetben. De a lényeg az az, hogy valahogy tényleg kikopott ez a fajta ha lehet így fogalmazni a rajongótáborokban, ta, rajongótáborokból, talán azért, mert a 90 után a zene már más jelentette kicsit. Aki elkezdett zenélni az 50-es, 60-as években, óhat, és mondjuk gitárt vett a kezébe, és nem tangó harmonikát, amit ugye az oroszok hoztak be, az már maga egy lázadás volt. Ezt a, a Fenyő Miklós elkezdve a Hobón át, a Schuster Lorentig, az Illésig, mindenki elmondta, hogy ők nem akartak lázadni, ők egész egyszerűen zenélni akartak, és látták, hogy óriás, nyilván volt bennük egy oldag exhibicionizmus, és, és látták azt, hogy mekkora hatással vannak a tömegekre. Ez természetesen őket feldobta a hatalmat meg kevésbé, és itt jön be az, amit az előbb mondtunk, hogy valahogy sikerült őket beszelepelni. De ezek a durva, mondjuk így, hogy villongások ezek a 80-as évek végére tényleg teljesen eltűntek. Az ugye köztudott, hogy Acél György volt évtizedek, évtizedeken keresztül a magyar kultúrpolitika meghatározó alakja, nem nagyon történetelt olyasmi, amit ő valahogy nem hagyott jóvá. Ő, ő, neki milyen volt a hozzáállása a, a könnyű zenéhez? Mennyire volt nyitott adott esetben? Nagyon nem. Ő, neki volt egy híres hírhetmondás, amit még annak idején a Harsányi László tett közzé a kis KB a vezetője, hogy állítólag azt mondta, hogy az ember nem disznó, hogy mindent megegyen. <laughs> És ugye nyíltan utalta arra, hogy ő nem szereti az underground képzővészeti alkotásokat sem, de ideértette a populáris zenét is, a könyvzenét. Úgyhogy nagyon-nagyon lenézte. Volt benne egy ilyen arisztokratikus felsőbreddűség érzés, amikor a könyvzenéről kezdett el beszélni. Valójában van megint egy városi legenda, ami szerint az első illés lemezt megtaposta lábbal, és a bakelit az ott a talp alatt tört össze, ott a Jászai-Mari téren, a Kis, vagy az MSZN PKB székházában, de még ha ez nem is igaz, akkor is nagyon beszédes, hogy, hogy egyáltalán egy ilyen el tudott róla terjedni. Mind a mellett egyébként, hogy azért akár is nézzük, egy, a többi kommunista e, hivatalnokhoz képest, vagy pártvezetőhöz képest, ő azért nyitottabb volt. Tehát ő még azért mégiscsak a liberálisabb szárnya volt, akár Kádárhoz, hát vagy Bélához, vagy Komocsi Zoltánhoz képest, meg pláne. Tehát ő azért szokták mondani, benne volt a neve ugye a telefonkörben, és bárki felhívhatta volna egy telefonfülkéből, ami persze így volt, de azért nem valószínű, hogy ő személyesen fölvette a, a telefont illetve volt, működött egyfajta kegygazdálkodás a részéről. És, és ugye az ember nem biztos, hogy mindent megegyen, ebben azért, ebben a mondatban szerintem az is benne van, hogy ő azért nem nagyon akart foglalkozni napi szinten az apró ügyekkel, az irodalmárokkal igen, Magas, az ügynevezett magas kultúra a színházzal, filmmel igen, de a környezet azt úgy lepasszolta. És valóban sikerült lepasszolni jó néhány olyan, őket meg nyugodtan nevezhetjük pártaparacsikoknak, akik vagy értettek hozzá, vagy nem. Voltak zenei végzettségűek is, voltak önök, akik mondjuk tudtak partitúrát olvasni, de nem voltak zenei végzettségűek, én volt például Borsenő az MHV élén, de voltak önök is, akik teljesen botfülök voltak, mint Erdős Péter, aki ugye mint popmenedzser, hát külön, egy külön adást is megijedne, ő, ő tényleg híresen hírhet volt a döntéseiről. E, igen, hát beszéljünk egy picit azért róla, és szóba akartam hozni, mert ő, ő azért próbált, mint menedzser, próbált már akár a akkori nyugati, trendeknek is talán megfelelni, vagy vagy azokat behozni. Ugye lehetett tudni, hogy <coughs> volt az a híres mondása ugye, a Neoton kapcsolat kapcsolatban, hogy világsztárunk lesz, ami aztán persze végül is nem jött be, de az ő szerepét te hogy látod egyébként? Azt lehetett tudni, hogy itt lemezkiadás területén nagyon sok egy élet halálúra volt gyakorlatilag. Így van? és hogy valahogy a 80-as évek középső harmadában fol, fogyott el körülött a levegő. Ugye ő 68. január esélytől volt az MHV-ben hivatalban, mint sajtóosztályvezető, vezető, meg jogtanácsos. Hát ugye ő neki volt egy gyors trappalú, ugyan, de elvégzett jogi végzettsége, hát erről megint csak külön lehetne beszélni, hogy akkoriban hogy lehetett jogi doktorátus szerezni, de hát valahogy ő is úgy szerezhette. Csak egy apró adalék az ő életrajzához, amit egy másik könyvben már meg is írtam, ami az Artisiusról szól, hogy ő, amikor az Artissus alkalmazottja volt, akkor be sem ment dolgozni, a postás vitte ki neki a fizetését. De, 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 de ez ugye igazi korebeli életművész. Igen, igen, tehát ezt azért akkoriban a, a kmk KMK közös és és korszakában ezt megtenni, azért ez eléggé. Mert volt, de ő megengedhette magának ezek szerint. Ugye ő mindig arról beszélt, hogy ő a Nagy Imre körhöz tartozott, ami ugye nagyjából igaz is volt. Elterjesztette magáról azt is, hogy ő bent volt a Nagy nagykövetség és azért nem vitték ezt Nagovba, mert beugrott egy Volkswagen csomagtartójába, és azt, azt kivitte láthatatlan módon őt a jugoszláv Hát én ezt már nem tudnám ellenőrizni, hogy ez valójában így volt-e. De nem zárom ki teljes mértékben. A, a lényeg az az, hogy valóban ő élethalálúra volt, és én picit tovább is mennék. Ő nem csak az MHV-ben volt az, hanem ő azért megtehette azt, nyilvánvalóan informális hatalmánál fogva, hogy akár az Oriba, az Interkoncertbe, ugye mi a nemzetközi koncerteket inter, inter, bocsánat, csak, csak itt fiatal hallgatók, ugye a magyar hangrendező gyártó vagy az igen. országos rendező beszélünk? Az Ori az egy monopól cég, mindegyik monopól cég volt, egy darab lemez kiadunk volt, hogyha valaki ott nem felelt meg, akkor nem lehetett nagy lemeze. Egyébként ezen is sokat tűnődtem, hogy vajon miért volt ez ennyire fontos a zenekaroknak, hogy van-e lemezük, vagy sem, és végül is ezt valahol még annak idején az Omega billentyűse, Benkő László fejtette meg nekem, hogy akinek nagy lemeze volt, az adhatott már önálló koncertet. Hát egy 40 perc, 40-50 perc az már elegendő volt ahhoz, hogy egy egész est is turnéra elvigye, az országos rendezőröda, és az már valamennyivel jobb megélhetést biztosított. Ugye még egy előzenekarra, vagy egy kis esztrád műsorral lehetett egy omegát, egy illést, egy metrót elvinni országos hakniba. Tehát a nagylemez az, az ilyen szempontból volt akár élethalál kérdése. Úgy is mondhatnám, hogy az mb 1 esek vagy mondjuk a bajnokok ligájában vociztak azok, akiknek nagylemezük volt. És egyébként volt mögöttük egy második vonal, egy mb 2 es vonal, mondjuk itt tartozik például az Atlas együttes, akiknek voltak kis, vagy a Kex, volt kislemezük, előzenekarként el is egy, -egy Turnéra, de már a nagylemez ez nem adatott meg nekik. Ugye erről szól Kisfaludi András elhallgatott zenekarok című filmje is például. Azt is lehetett tudni, hogy akár egyébként Erdős Péter, de hogy az akkori hatalom, vagy az akkori hatalmi intézmények hát konkrétan belenyúltak egyes -egy zenekarok életébe, akár úgy, hogy például létrehoztak zenekarokat, mondjuk a Deák Gyula vezetésével rövid ideig létezett dinamit volt ez, amit, Vikider. vagy Vikider. A, Elnézést, igen. bocsánat, Vikider Gyula természetesen, bocsánat, Vikit, igen, tehát a dinamitról gondoltam, amit ugye ö, állami népi rock együttesnek is csúfoltak ö, emiatt, vagy hát együttesek felbomlasztásában is azért Igen. komoly szerepet játszottak, itt a Rossz frakció volt az egyik ilyen. Híres és szomorú történet, akiket ugye egy ilyen ma már nem túl drágának tűnő szöveg miatt, ugye, hogy állva pisálok, ülve kakálok, ez elhangzott a magyar igen. televízióban az egyik számukba, hogy emiatt gyakorlatilag. De de mégkor, a... <laughs> ez amikor október 23-án, ez volt a legnagyobb a legnagyobb Igen, és ezzel ez arról ez alá is írta a saját halálos Hogy ezek, hogy születtek ezek a döntések egyébként? Azért itt tényleg Erdős Péternek a kulcsfiguráját nem lehet megkerülni. Nagyon sokan mondják, hogy állami népi rockzenekar, hogy te is mondtad a dinamitot. Akár a német Alajost, akár a német Gábor, a, a ritmus szekció két tagját megkérdezett a dinamitból, egyik se így emlékszik. Tulajdonképpen, tulajdonképpen, azt kell, hogy mondjam, hogy ők önként és dalolva váltak ki a saját zenekaraikból, a Skorpióból, a Miniből és a Pémagyúból, és mentek tehát az ő interpretálások alapján mentek oda, hogy valamit szeretnének egy új zenekart alakítani, az erdős pedig ezen kapva kapott. Ott azért az énekes személye nem volt egyértelmű, ott felmerült a révés Sándor, nem, ugye ott a piramis már kezdett egy kicsit kimulni, és felmerültek még más, akár a csárdi neve is állítólag. De a lényeg az az, hogy a Vikidá Gyula meg úgy meséli, hogy hát őt azért elég komoly presszió alá vetették. Nem tudom eldönteni, hogy mi az igazság igazából. Gondolom csipetnyi igazság van ebben is, meg abban is, és lehet, hogy a két zenész, vagy a három zenész visszamérkezése együtt igaz. És valószínűleg volt egyfajta újítási, jobbítási szándék a, a német testvérek ritmus Egyébként a zenekar maga, szerintem nagyon világszínvonalon játszott, Viki a hangja szerintem akkor volt a csúcson, tehát ez nem volt egy rossz elképzelés. Nekem meggyőződésem, és itt egy picit érzetlenül is állok olyan előtt, hogy ekkor hatalma volt már akkor is a médiának, hogy mindenki, az, az öt tag abban egységes, Sőt, ugye hatodikként ugye Lugosi Lászlót is bevették a második lemezre, aki ugye a Beatrice-ben, a fekete bármely bejátszítsében, tehát ez itt a bomlasztás is azért megfigyelhető. Szóval, hogy arra emlékeznek, hogy annyira sok negatív kritikát kaptak, hogy a végén belátták, hogy széleszemben nem lehet, és feloszlattak. Én bennem mindig motoszkál a kisördök, hogy vajon miért nem lehetett összeszorítani a fogukat, és azt mondani, hogy hát most nem foglalkozunk a kritikákkal, megcsináljuk a harmadik dinamit is. És, és tomboltak a közönségei, közönségük, teltházak előtt játszottak, a lemezeik jól fogytak, tehát egy kicsit értetlenül állok a, a dinamit feloszlása. Előtt. És ami egyébként az én teóriámat is erősíti, nem vértem, hogy most is játszik ez a zenekar, változott a felállás, mondjuk a Zselenc László játszik az, eddá, az ős eddából a basszusgitárnál, de most is van igény, és most is sikeresek. Tavaly nyáron volt Balatongyörökön egy érdekes beszélgetés Konzsuzsa és Bródi János részvételével. Egyébként az apropót akkor az adta, hogy 60 évvel korábban ott ismerkedtek meg, mint azt uh -huh. később elmondták, és ennek emlékére ott a kikötőbe avattak egy emléktáblát. Szóval ott, ott érdekes volt számomra, hogy mind a ketten egy ilyen úgy beszéltek arról, hogy a cenzúra mennyire beleszólt a dalszövegeikbe, mint a, az akkori élet legtermészetesebb velejárójáról. Hogy ez a cenzúra hogy működött, arról mit lehet tudni? Hát Mik voltak egy... a szempontok, vagy kik, mi, mi alapján hagytak egyes szövegeket, vagy mi alapján húztak kis kisorokat? Erről egy külön könyvet írtam, a nekem írod a Dalt címmel, Jaffa jelent meg, és a Lila színnel mindig kirít a könyves Hát Bródi János nagyon őszintén és nagyon, nagyon részletesen elmesélte nekem akkor, hogy amikor ez a könyv készült, hogy azért neki, hát ha úgy tetszik, akkor meg volt ez a privilégium, hogy bemehetett az MHV igazgatójához, Borsenőhöz, és együtt átnyálaszották az összes szövegét, de hát egy másik oldalról is talán ez a hangsúlyosabb, viszont igaz az az állítás is, hogy hát neki be kellett menni, és cenzúrázták a szövegét. Ahogy ő azt annak idején találóan megfogalmazta, mindig bepróbált elmenni a falig, és ez igaz. Most itt az illéskorszakról beszélünk, mert utána, miután már rengeteg retorzió érte, egy picit szerintem ő is belefáradhatott, másrésztről pedig hát realpolitikusként látni kellett azt, hogy, hogy most jobb, hogyha inkább a Mákos Rétest fogja megírni a halászülitnak, meg mondjuk a politikusabb, vagy mondjuk gyerek dalokat írnak, akár akár pedig ugye, halászúdítnak, mert, mert abban nem köthetnek bele. A a bródi szövegekre mindig jellemző volt ez a dupla fenekűség vagy dupla felelősség mind a két kifejezés megállja a helyét, mert eredetileg egy szerelmes dalt is lehetett rendszerkritikussá varázsolni. Brody szájából majdnem minden mondat ugye egyfajta rendszerkritika volt. Elég, ha csak a 73. június 10-e Diós Győri Popfesztivál, az első magyar popfesztiválra, a magyar Woodstockra utalnunk, ahol ugye Brody János a koncert végén megköszönte a rendőrségnek, hogy előző este szállást nyújtott a fiataloknak, who has to többször megerősítette nekem, hogy ő kifejezetten komolyan gondolta ezt. Mert tényleg így volt, hogy torna csarnokokban, illetve zsibongókba, torna termekbe, hálózsákokban elszállásolták a srácokat, mielőtt ugye másnap egy, az reggel tízkor már elkezdődött volna a fesztivál, és hát nyilván néhányukat bevittek a rendőrségre, ez nem kérdés, akik úgy viselkedtek, vagy ahogy ö, úgy látta jónak a rendőrséget, hát nyilván itt voltak akár rendőri túlkapások is, de a lényeg az az, hogy nem erre gondolt, hanem arra, hogy itt több száz vagy akár adott esetben egy-két embernek is sikerült a körny környék általános iskoláiban szállást, vagy középiskoláiban is szállást nyújtani. És ennek ellenére megindult ellene egyfajta hadjárat, rágalom hadjárat, ami ugye ha végtől le akarom a dolgot, akkor azt kell mondjam, hogy az illés feloszlásához vezetett várom november 2-án. Legalábbis illésről ekkor jelentette be ugye a magyar fűság hasábjain. De, hogy még egy példát mondjak, Brodin-tól annyira tartotta a hatalom, mert legalábbis annyira mondjuk azt, hogy érezte azt, hogy a rendszer kritikája létezik, hogy amikor a tolcsvai László megírta a Nemzeti Dalnak a, a dallamát, akkor mikor, és ugye utána szilenciumra ítélték őket jó néhány évig nem lehetett játszani nemzeti dalt, akkor 1981-ben, amikor a Koltai Gábor által rendezett a koncert anyagát kiadták, dupla, egyébként eredetileg tripla lemez lehetett volna, de végül a dupla lemez mellett döntött Erdős Péter. Tehát, hogy a dupla lemezen megjelentett a nemzeti dal, akkor ugye a lányos zavarukban a cenzorok azt írták oda, hogy Tolcsvai László kötőjel, Bródi János. Tehát azt hitték, nem azt, nyilván nem hitték azt, de a tudatalattiukban az jött elő, hogy ez nem is egy Petőfi vers, ez Bródi János vers. Ugye az egész kádári kultúrpolitikában létezett a 3T intézménye, nyilván a zenészek között, a zenekarok között is voltak, tiltottak, tűrtek és támogatottak. Ilyen körülmények között létezett, létezhetett bármifajta összetartás, szolidaritás a zenészek között a hatalommal szemben, vagy... Egyáltalán elvárható volt ez szerinted a akkori hatalmi viszonyok, vagy akkori viszonyok között? Most már nem így emlékeznek az zenészek, de azért a korabeli dokumentumok azt mutatják, hogy igenis volt. Volt, amikor persze családul elhagyták egymást, és nem, nem az történt. Akár egy, -egy ilyen zenész is megítélhetünk ki, így is, azzal említett Lugos lesz, hogy vajon miért hagyta ott a ricsét? Hát azért, mert ott nem tudott érvényesülni, a dinamitban meg legalább pénzt tudott keresni. Hát azért ne, ne legyünk se naivak, se szégyelősek, ezt ki kell mondani. Ugyanakkor Uh, ott volt a fekete bárányok, a P-mobil, a Beatrice és a Hubu Blues Band hármasa. tehát ott is, ahogy, azt ezt adnak idején Schuster Lórát megfogalmazta, mi nem voltunk egyféle zenekar, tényleg a három zenekar különböző habitusú, tehetségű és különböző vérmérsékletű emberekből álltak, hát a politikai nézetekről nem is beszélve, de mégis közös szemétkosába dobták őket, ahogy lehet mondani, közösen együttesen tiltás alatt voltak, legalábbis egy ideig aztán, a Hubu Blues Band kapta meg legelőször, a P-mobil másodszor a lemez tehát a meg kivéreztették. Tehát igazából ott Nagyfelő egy nagyon jó taktikai húzást követett el, amikor 81. augusztus 22-én feloszlatta a zenekar, és akkor jelentette be, mert így elmondhatta azt magáról, hogy bizony, hogy minket odáig üldöztek, hogy feloszlottunk. Persze azt nem tudom, hogy abban a pillanatban ő ennyire kettő pontosan átgondolta-e, de minden utána ebből lehetett jó kis politikai tőkét, kultúrpolitikai tőkét kovácsolni, és hogyha azt tesszük számba, hogy utána 82-ben, meg 83 ban aztán 83 és 84-ben megelhetett az ősbikini első és második lemeze, akkor azt kell mondjam, hogy duplá döntött, a mítosz megmaradt, a üldözték és fel is oszlatták, és közben utána meg még lehetett is bikini lemez, ahol egyébként ő volt szintén a frontember. Ezzel kapcsolatos téma, hogy ugye volt ez a híres tatai könnyű zenei találkozó, vagy nem tudom, rock találkozó, Igen. hívjuk, ahogy szeretnénk ahol tényleg az akkori könyvizai élet szinte majdnem minden meghatározó alakja, illetve a MSMP képviselője, a hatalom képviselői köztük, ugye Lendvai Ildikó fiatal kultúrpolitikusként, Én. ültek le egymással megtárgyalni a aktuális ügyeket, szóba került egy zenész szakszervezet létrehozás adott esetbe, és ennek is utólag nagyon érdekes a megítélése, mert mert akár például Bródi Jánossal, vagy Presser Gáborral is kapcsolatban is utólag megjelentek azért olyan kritikák, hogy, hogy ott azért a, az akkori, mondjuk úgy, hogy már befutott, vagy főáramú zenészek nem álltak ki eléggé az akkori underground, vagy éppen tiltott, vagy nem kedvelt zenekarok mellett. Ezt így utólag hogy lehet megítélni? Te, te hogy látod? Hát egy biztos, hogy amikor erről beszélgetünk, akkor Bródi János mindig magától hozza fel a témát. Kvázi mentegetőzve, de én nem akarok ennyire drasztikus ítéletet mondani. Valóban elhangzott ez a mondat, hogy ők nem tartoznak közé. Ez is egy dupla fenekű mondata, úgy tetszik, akár egy dalt is írhatott volna ennyi erővel a Tatai Rok tanácskozásról. Állos, mert valóban nem tartoztak oda, hát azért legyünk őszinték, egy URH, egy bizottság, egy Balaton, nem álltak azon a szinten zeneileg, hogy közük lehetett volna sorolni. Tehát egy elgítít meg egy. Mondj, nem akarom az alternatív rockzenekorokat megsérteni, de egy LGT nem lehetett egy Albert Einstein bizottsága egy lapon említeni zenei értelemben. Egyébként nagyon munkás csapat volt, lett ugye két nagy lemezük, a Kalandra fel, meg a Jégkrémbe és én is nagyon jókat szórakoztam rajta, amikor meghallgattam, de. Tehát, hogy ők nem voltak képzett zenészek, és egy nagyon fontos dolog, nem volt Ori vizsgájuk. Az előbb beszéltünk az Ori-ról, valaki attól lett zenész, ugye első osztályban úgy került be, hogyha nagy lemeze volt, és attól lett egyáltalán profi zenész, hogyha lerakta ezt az úgynevezett országos a vizsgát, és így válhatott lehetővé az, hogy pénzért, gázsért játszanak a színpadokon, mert egyébként maradhattak volna amatőr státuszban, és akkor különböző szalagavatókon, vagy gólyabálokon játszhattak volna. De ez volt a nagyon nagy különbség is. Ugye ezeknek az alternatív zenekaroknak nem volt ori vizsgáljuk. Tehát így is érthette ezt Bródi János, de hát egyszerűen érdemes lesz talán őt is meghívni, és akkor biztos elmondja a saját maga verzióját. Legyen egy kicsit bulvárosabb téma. A Szőnyei Tamás könyvében olvasható egy jelentés Nagy felúval kapcsolatban, amikor abban az időszakban, amikor ő már elvállalta az István királyba, ugye, vagy már szerepet vállalta az István királyba, hogy állítólag ott utólag azt mondta a több zenésztársának, hogy ha ő tudja, hogy ezzel a hogy is mondjam, fősodratú zenéléssel ennyi pénzt is lehet keresni, akkor azért lehet, hogy meggondolta volna, hogy ő meddig lesz a nemzet csótánya, vagy, vagy, meddig nem. Igen. Hát erről mit lehet tudni, hogy mondjuk egy, egy akár egy tűrt vagy egy támogatott zenész, magyar zenész, akár de rendszerben, akár az akkor is sztárok, azok mennyire élhettek tényleg, úgymond sztárnak való életet? Mennyire lehetett ezzel tényleg jól keresni, jól élni? Rockmenedzserek sokasága mondogatta nekem egymástól függetlenül, amikor interjúztam velük, vagy akár csak így barátilag beszélgettem velük, hogy a zenészek már gondolatban elköltötték a következő koncertjú már akkor. Legyünk őszinték, nem kerestek rosszul. Ugyanakkor valóban nem nagyon tudok olyan zenészt, tisztelt a kivételnek, aki spórolt volna és fel tudna mutatni ö, egy családi házat, egy, vagy valamiféle konkrét vagyontárgyat abból, amit ő keresett. Ha azt tesszük, hogy a 60 as évek végén ez nem titok, az Ori Gázsi 150 forint volt fejenként, akkor ugye 2000 forintot körülbelül egy átlag keresett, tehát ha egy este megkeresett valaki 150 forintot, akkor azt kell mondjam, hogy egy picit azért jobban keresett, mint egy átlag magyar állampolgár, vagy akár kicsit jobban is, de azért ne felejtjük, csak hogy nekik költségeik voltak. Azon túlmenően, hogy ők vásároltak a saját maguk fellépő ruháit. Ez főleg a nőknél volt jelentős, hiszen Kovács Kati, mint például, sosem lépett föl kétszer egymás után ugyanabban a ruhában. Tehát most is még nagyon ad arra, az idén lesz 80 éves Isten éltesse innen is, hogy legalább száz cipője van például otthon a lakásában, és akkor ezt tudja szépen beosztani. Tehát ez rengeteg pénzt felemészt, én ezt aláírom. Ezen kívül persze nem azt az átlag életet élték, amit a szürkeit köznapokban a munkás paraszt értelmiségi gárom kategória, mert azért nekik utazniuk kellett, ez benzinköltség, akkor hangszereket kellett vásárolni, ami tényleg a hangszerek olyan drágák voltak, mint egy lakás. Tehát egy elektromos gitárt, ha akartál venni, akkor ezt általában OTP részletre vetted föl, itt is, vagy vetted meg, itt is bejön az a egyébként nagyon kényes téma, hogy ő nekik nem volt bejelentett munkájuk. Gyakorlatilag közveszélyes munkakerülőknek kellett akkoriban őket nyilvánítani. Gondoljunk bele, hogy tízezer ember csápol a Gyulának a p mobilban a Böda ifjúsági parkban, majd megy hazafelé, megállítja egy rendőr, és elviszik a rendőrőrsre, mert nincs bejegyezve a személyigazolványában semmi, csak annyi, hogy hogy igazából munkája nincsen. És hogy ezt úgy oldották meg, kicsit a szürke zóna felé haladva, hogy az ori vizsgájuknak a lapját, az berakták mindig a személyükbe a, a zenészek, és akkor így legalább lehetett hát látni, hogy vagy egy ori vizsgájuk tettük profi zenészek, de akkor sem. Ha egy rendőr nagyon rossz indulatú volt, akkor elvihette őket a rendőr, és ilyen sajnos nem egyszer, nem kétszer előfordult. Ö, tehát ezért is van az, hogy manapság nagyon alacsony a nyugdíjuk, vonták ugyan a után a, a nyugdíjjárulékot, van olyan verzió, szerint, mi szerint nem is mindig vonták a nyugdíjjelölékot, de ha vonták is, akkor sem jutott el a nyugdíjfősítő igazgatósághoz. Tehát itt azért nagyon um, csinyen kell ezzel bánni. De vannak olyan zenészek, például az Ávodi János a piramisból, aki azt mondta, hogy hát igen, mi úgy éltünk, mint az urak, elherdeltük a pénzünket, és, és nem nincsen semmi. Hát ugye Somla Jós, amikor egy ilyen országos turnéről jöttek haza, és kifolgatta a zsebét, akkor volt benne 10 forint, állítólag a legenda szerint. Pedig azért sok ezer forintot kerestek akkoriban, az nem volt rossz pénz. Rengeteg személyes interjút készítettél zenészekkel, illetve hát a hatalom, vagy a hatalmi struktúrák igen. akkori vezetőivel is. Utóbbiak, hogy emlékeznek vissza utólag a saját szerepükre? Mennyire próbálják magyarázni, mentegetni, vagy, vagy, vagy mennyire ismerik el, hogy adott esetben? Hát igen, én nekem az volt a dolgom, hogy cenzúrázzak egy picit az egymásra mutogatást, nem akarom nagyon a vizes tepedőt rájuk húzni, de egy picit az egymásra mutogatást én észrevettem. Amikor a kiskábi felelősségét fitoktattam, vagy firtattam, akkor, akkor picit átmentek a pártközpontba, amikor a pártközpontét, akkor vissza a kiszhez, vagy akár a könyvszene intézményekhez. Tehát azért azért nehéz igazságot tenni. Egy biztos, hogy van egyfajta távolságtartás, azt mondták, hogy a felelősséget azt ugye eltoljuk magunktól, másrészt pedig tényleg a Kádár rendszer, aki abban az érában a, mondjuk így, hogy a hatalmi hierarchiában érvényesülni akart, akkor be kell állni a sorba. Emiatt az én szememben nem lesznek jó emberek, tehát nem férjét és nessék. De például arra emlékszem, hogy amikor a Lendvai Ildikó interjút csináltam, akkor nagyon sok esetben én beírtam azt, hogy cenzúra, cenzor stb., és ott azért az Ildikóval nagyon akurátusan végignéztük azért a szöveget, és egyébként utólag is köszönöm neki, hogy ennyire rugalmas volt, de, de azért több alkalommal ki kellett húzni az erős, az által elősnek, tartott cenzor kifejezést, vagy cenzor kifejezést. Ő a kapuőr kifejezést szerette nagyon. Mi voltunk a kapuőrök, mondta ő ezt a kis KB kultúrás osztályáról, és akkor nekünk kellett vagy tágra vagy összép húzni. De egyébként nagyon tanulságos az is, hogy például Lendvai Illikó alá, <kül> aláírásával találtam egy, lem, egy a levéltárban, amit Nagy Ferencnek címzett, tehát ugye Nagy Ferúnak, és ebben ő maga személyesen a Kiszkábé és részéről kérte fel, hogy vegyenek részt a Kiszkábé dalpályázatán. Tehát ezért létezett ez az integráció, létezett ez a reform folyamat. Ugye Lendő Ildikus, Ildikus mondta, hogy nem voltak hülyék a pártaparacsikok, azért ők tudták, hogy miről szólnak a brúdi szövegek, és hát a Nagy Ferú szövegét nagyon nem is kellett boncolgatni, mert ez teljesen egyértelmű volt hogy Jerikó, Jerikó falaporba hullott régóta, és most sorolhatnám még napestig a számait. Tehát a lényeg az az, hogy azért ők azért odafigyeltek és kőkeményen próbálták meghúzni azt a határt a tűrt és a tiltott között, ami egyébként nem volt könnyű és nagyon képlékeny is volt, és időről időre is változott és ez, ez okozhatott azért némi fejtörést a pártvezetésben is. Hadd hát kérdezzek rá, hogy a Szabad Európa egyébként, ugye lehetett tudni, hogy a, volt, volt a Igen. könyvzenei műsorai Igen. a rádiónak, hogy mekkora szerepet játszott a Káder rendszer zenei életébe, úgyhogy egyébként ugye legálisan nem lehetett hallgatni. Nagyon fontos szerepet játszott, főleg az elején. 60 évek legelején onnan kajdlózták le, hogy a Horváth is emlékszik vissza, és most mindenkit felsorolhatnék a ma, a magyarországi színából, és még azt is tudjuk, hogy zavarták ezeket az adásokat, ugye külön zavaró adók voltak a Kádár rendszerben, hogy véletlenül meg lehessen hallgatni egy számot az elejétől a végéig, de valóban csekelásztó tinizse partiai legendássá váltak. De az is igaz, hogy a vasfüggönynél nem álltak meg a számok, így lett az Iron Curtainből Nylon Curtain, ahogy szokták mondani, és átszivárogtak ezek a dalok, és amikor egyszer zavarták a dalt, és másodszor pedig egy másik etapban, másik részletén zavarták a dalt, akkor ezért a zenészek összetudták rakni. Volt, amikor persze megpróbálták kitalálni, és amikor meghallották a dalnak a másik részletek óráit, hogy ó, oh, hát ezt mégse így kellett volna, akkor már újra gondolták az egész szerzeményt, és akkor újra játszottak, De egyébként itt az Illés Metró meg a között is volt egyfajta versengés, hogy ki le a legjobb húsz slágert adó, ugye minden héten újra és újra közített Szabad Európa Rádiós ugye, a számait. És aztán volt, amikor az egyik, volt, amikor a másik vezetett a versenyt. Van még ebben a témában olyan, amit úgy érzed, hogy kutatni érdemes egyébként? Hogyne, persze, tehát azért nem titok, hogy Kóbor Jánossal egy, reng, egy nagyon sok órás, meg sem nézni, de szerintem több mint száz órás interjút készítettem. Nyilván sok-sok részletben ez eltartott fél évig. Sajnos ugye a halál a jött, és nem, igazából az áldását már nem tudta adni a szövegre, de most azon dolgozunk, hogy ez az úgynevezett utolsó interjú ez megjelenjen, és kötet formájában lásson a világot. Rengeteg lehetőség van még. Én, azt látom, hogy az iratok között is még bújhatnak elő csontvázak. Én nagyon szeretném például a szakszervezeteknek a szerepét megvizsgálni, mert ők is szerveztek, a szót is szervezett, szakszervezetek, országos tanácsa is szervezett koncerteket. Ez az, amit még nem ismerünk kellőképpen, illetve a hazafias népfrontnak is voltak még ráhatásai ezekre a koncerteket. Tehát ez a két Szegben, még szerintem mindenképpen érdemes lenne megkutatni, és nem beszélve arról, hogy a 24. óra utolsó utáni percében vagyunk, ami az életút interjúkat illeti, ezért vettettem bele magam az utóbbi években ekkora vehemenciával az életút interjúba is, mert, mert, az ő meglátásokat, az zenészak meglátását is nagyon fontos figyelembe venni, és rengeteg adalékkal tudnak szolgálni, kiegészítve a dokumentumokat. Most a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a munkatársa vagy. Itt mivel foglalkozol? Hát imáron már tíz éve, kereken tíz éve vagyok ott, ugye ez egyfajta jubileumi beszélgetés is lehet. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alkotói és kutatói szabadságunk azért megvan. Nagyon ö, jól körülhatárolt kutatási területei vannak az egyes kollégáknak, így nekem is. Én a nyilvánvalóan a populárizzána, illetve általában a kultúrtörténeti, tehát a kultúr kulturális kutatócsoportban vagyok benne, az, az a szakterületem, ebben benne van a média is egyébként, ez egy nagyon érdekes, hogy a tájékoztatási hivatal kezdeti történetéről, korai történetéről már írtam is egy könyvet, és tulajdonképpen ezt kellene továbbvinni. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy eltelt majdnem, sőt, körbe annyi idő telt amely ideig a Kádár rendszer tartott, de még rengeteg muníció, van, rengeteg kutatnivaló van ebben a témában, úgyhogy rajta vagyunk az ügyön. Az elmúlt szűk egy órában a Kádár rendszer történetéről, benne Lendva Ildikótól, Nagy Ferencen át, Nagy Ferónát, Korzsuzsáig, Brodi Gábor, Gábor bocsát, Jánosig és Presser Gáborig. Beszélgettünk Csatári Bencével, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársával, aki több könyvet is publikált ebbe a témában. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, én Kósa András voltam.